A dél-amerikai telenovellák közül talán a legismertebb szerepe az Esmeraldában volt, meg a Paula és Paulinában. Igen. Ugye itt ugyanazt a színész szinkronizáltad. Igen. Színészként érezted a hatását a sorozat népszerűségének? Az Esmeralda, mint tudjuk, az egy korszakos mű volt a hazai médiapiacon. Én nem annyira, mint a Luxádi meg a Nyírőbe, a két főszereplő, ugye. Én mondjuk a harmadik főszereplő voltam, aki bejön az Esmeralda életébe. Hát én ettől azért igyekeztem magam távol tartani, tehát mondjuk így azt tudom, hogy az AD-kkal készült riport különféle újságokban, mint Esmeralda és José Fernando, azt hiszem úgy hívták a figuráját. Armando, igen. Ja, nem Fernando, José Armando, igen. José Armando magyar hangjai. Szerencsére én ilyen felkérést nem kaptam. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy számomra ez egy értéktelen világ, de azért fenntartásokkal kezelem a szappanoperák világát, hogy úgy mondjam. Nekem egy kicsit idegen az a fajta játékmód, ahogy ők játszanak, és tudomásul veszem, hogy erre nagy igény van Magyarországon, és sok ember szereti az ilyen sorozatokat, de én nem annyira. Ezzel együtt nyilván az ember hiúságának jól esik, amikor egy ilyen nagy sikerű sorozatban szinkronizálhat, hiszen akkoriban mindenki tudta, hogy ha azt mondom, hogy én vagyok az Álvaro magyar hangja, akkor az egyfajta népszerűséget jelenthetett az embernek, de ennyi tulajdonképpen. Rendeztél is dél-amerikai sorozatokat. Igen. Igen. Milyen színészként és rendezőként dolgozni ezen? Hát rendezőként jobb, mint színészként, mert nem neked kell megcsinálni azokat a sok esetben túlzó játékokat, amiket főleg a latin-amerikai színjátszás megkövetel, vagy ez a fajta latin-amerikai színjátszás. Hát olyan szempontból nehéz, hogy ugye nagyon sokat dumálnak egy ilyen sorozatban, tehát nagyon beszédközpontúak ezek a sorozatok. Nincsenek benne hosszú autós üldözések, hogy más nem mondjak, vagy akciójelenetek. Tehát ezek munkás filmek, tehát sokkal több idő felvenni egy ilyen szappanoperát, mint egy átlag amerikai sorozatot például, már csak a beszédmennyiség miatt is. Meg ugye a dél-amerikai sorozatokban improvizálnak a színészek, tehát így van. Ezt mondom, még nehezebb lekövetni. Hát azért, hogyha sokáig csinálsz egy-egy karaktert, akkor már úgy megszokod a játékmódját, és tudod, hogy mikor improvizál, és nagyjából ki tudod találni, hogy mit fog csinálni. Vannak azért ott is ugye igényesebben elkészülő művek, meg vannak olyanok, amikben tényleg színészek játszanak, nem modellek, meg szépségkirálynők. De hát vagy a munkamódszer miatt, vagy a habitusuk miatt, nem tudom, nem jártam még brazil színházban, lehet, hogy az is kiakasztana, azt gondolom egyébként nem, tehát itt valószínűleg itt a műfajjal van a baj, meg ahogy ők hozzáállnak ehhez. Hát nagyon sok, tehát azt úgy nagyon nehéz kezelni, hogy egy vita az odáig tud fajulni, ahogy az ő filmjeikben fajul, ahová az ő filmjeikben fajulnak a viták, azt úgy azért elég nehéz. Hát most kiabálni könnyű, persze, meg indulatosan beszélni, csak ezt megtölteni őszinte tartalommal, amikor adott esetben arról van szó, hogy elmegy a kislány este a bába vagy nem, és akkor az apuka ezen felháborodik, és akkor az egész család egymásnak esik, és akkor így elkezdenek üvöltözni ezen a problémán, ezt mondjuk nyilván... Ezt fárasztó is csinálni, meg azért úgy megviseli az embert. Tehát így. Ha olyan műfajt rendeztél, amiért nem bajongsz, például a telenovella, vagy mondjuk egy zsékategóriás tucatfilm, hogyha volt ilyen, amikor tekercsekre szeded, többször megnézed, nem terhelő, vagy nem égeti ki ilyenkor az ember? De, hát nyilván jobban, mint hogyha valami, ami nagyon érdekel, vagy amit én is jónak tartok, persze. De hát meg kell csinálni, nincs mese. A másik pedig az, hogy én azért igyekeztem a szinkronban mindig úgy állni ezekhez a munkákhoz, amikor rendező voltam, vagy akármikor színész is, hogy hát azért a tőlem telhető legjobbat nyújtsam. Nem biztos, hogy mindig sikerült, lehet, hogy néha az úgynevezett utálatom, vagy enyhébb érdeklődésem az kiütközött az alakításban, vagy a rendezői odafigyelésben, de azért igyekeztem nem e szerint különbséget tenni. Tehát munka meg kell csinálni. Színészként azért egy fokkal könnyebb, mert
mert a színészi munka az a végeredménytől olyan értelemben független, hogy egy nagyon-nagyon pocsék, rossz filmben is lehetnek jó alakítások. Erre például az amerikai filmek tucatjait lehetne felsorolni, ahol maga a film az számomra egy semmit mondó bornírt baromság, de mondjuk az adott színész abban az alakításban zseniális. Hogy más nem mondjuk, mondjuk egy Transformersre biztos nem ülnék be soha egy moziba sem, mert nem az én műfajom, de el tudom képzelni, hogy mondjuk a éppen emberből átváltozó robot, mikor azt siratja, hogy ő neki megint robottá kell változnia, olyan színészi alakítást nyújt, amit sokan megirigyelnénk, és azt leszinkronizálni feladat. Szóval ilyenekről beszélek.